házasság egy kulcsfontosságú intézmény az írásban, és ahhoz, hogy megértsük, talán a legegyszerűbb út, hogyha megvizsgáljuk azokat a kapcsolatokat, melyeket az írás elég tár, és megnézzük, hogy azok a házasságok hogyan működtek, milyen szabályrendszer szerint mi volt a jellemzőjük, és mi az, amit ebből megtanulhatunk. Úgyhogy ez a sorozat erről szól, és szépen végighaladunk az elejétől a végéig, nem biztos, hogy sorrendben, de érinteni fogjuk az összes házasságot, illetve azok közül azokat, melyek fontosabbnak számítanak, és ezek alapján fogjuk a következtetéseket megállapítani a végén. Úgyhogy remélem, mindenki hasznosnak fogja találni, és halleluja. Meg akarjuk érteni a házasság intézményét, és az, hogy hogyan működik a házasság, Yahuwah, a teremtő szerint, és mi a sikeres házasságnak a titka, akkor a legnagyszerűbb dolog, amit tehetünk, az, hogy visszamegyünk egészen a kezdetekig, és megnézzük, hogy ő hogyan állította fel ezt az intézményt, mi volt az ő elképzelés erről, nem mi a mi véleményünk, mi a mi elképzelésünk, vagy a világé, hanem hogyan vélekedett erről maga a teremtő. Ezt elkezdhetjük 1. Timóteushoz 2. fejezet 13-as versével, mely így szól, mert Ádám teremtetett elsőnek azután Havá, vagyis Éva. Az előző részben már megvizsgáltuk azt, hogy hogyan is zajlott ez a teremtés, és tudjuk, hogy Yahuwah Ádámot teremtette elsőnek, és Havá, vagyis Éva csak azután jött a világra, mint az ő segítője. Ezt megtárgyaltuk a múltkor, de nézzünk még, vessünk rá egy rövid pillantást még egyszer. Ez ugye Bereshit 2. fejezet 7-től a 25-ösig így szól, és formálta vala Yahuwah Elohim az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, így lőn az ember élő léleké. Ez ugye Adám, a férfi teremtése, és ezután megnézzük, hogy mi is volt az ember funkciója, és ültette Yahuwah Elohim egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. Tizenötös vers így szól, és vevé Yahuwah Elohim az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Az ember feladata az volt, hogy művelje és őrizze Éden kertjét. Azaz az ember kezdetektől fogva egy funkcióval rendelkezett, és az pedig az volt, hogy művelje ezt a kertet. Nézzük meg, hogy mik voltak a feltételei Yahuwahnak. És parancsola Yahuwah Elohim az embernek mondván a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ez volt a feltétele annak, hogy az ember itt maradjon az Éden kertjébe. A nő még ekkor nem volt a színe. Mindenkinek meg kell értenie azt, hogy a parancsolatokat a férfi kapta, és a férfi feladata az, hogy ezt megtanítsa a nőnek. És tisztában vagyok azzal, hogy ez nem egy népszerű állítás a mai világban, azonban el kell fogadnia mindenkinek a saját szerepét. Nem azért, mert ez tetszik neki, vagy azért, mert én azt mondom, azért, mert a teremtő ezt a szerepet bízta rá. Két különböző lényt teremtett, egy férfit és egy nőt. Azért, mert mind a kettőnek különböző funkciókat szánt. Nem azt jelenti, hogy az egyik fontosabb a másiknál. Arról van szó, hogy a kettő képes a végén egy egységet alkotni, amennyiben együttműködik, és mindenki be tudja tölteni a saját funkcióját. A férfi feladata az, hogy művelje és gondozza azt a kertet, míg és megtanítsa a parancsolatokat a feleségének, hiszen a feleség nem volt jelen. És mondta Yahuwah Elohim, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat. Ezt megvizsgáltuk az előző részben. Ekkor teremtett egy segítő társat a férfinak. Minden, amit csinál, annak megvan a maga értelme, és megvan a funkciója az összes dolognak, amit ő csinál. Nem azért csinálta így, mert ez jutott eszébe. Azért csinálta így,
mert így látta jónak. A mi feladatunk nem az, hogy erről véleményt formáljunk, vagy ezzel vitatkozzunk, vagy megpróbáljuk megváltoztatni. Az ember, aki járni akarja az utat, az elfogadja a könyvet az elejétől a végéig, és elfogadja azt, hogy Jakó azért csinálta így, mert ő így látta jónak, neki ez így kedves, és ez így lesz jó nekünk. Azért állította fel a rendszert így, mert ez így jó az összes félnek. Ez így tetszik neki, és ez így lesz hasznos nekünk. Készített egyet, aki műveli és őrzi a kertet, és a parancsolatokat neki adta, és készített egyet, aki segítőtársa ebben a munkában. Az összes élőlény közül az embernek hozzáillő társat nem talált vala, úgyhogy annyira azért nem elhanyagolható a nők szerepe, mint ahogyan azt egyesek megpróbálják beállítani, vagy pedig azok, akik reklamálnak, mondják. Én nem azt mondom, hogy a nő jelentéktelen, vagy másodrangú. Én azt mondom, hogy megvan a hierarchia ugyanúgy, ahogy minden másban, amit Yahuwah csinál. Azért csinálta így, mert neki így tetszett. A mi feladatunk az, hogy ezt elfogadni és ebben a rendszerben élni. Ha nem, akkor van egy másik út is, amit a világ választ. A lényeg azonban az, hogy a nő egy speciális segítőtárs, hiszen sehol máshol nem talált egyet. Így kénytelen volt mély álmot bocsátani az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és húsratöltőbe annak helyét, és alkotálja Hua Elohim azt az oldalbordát, melyet kivett vala az emberből, asszonyjá és vivé az emberhez. Azaz az emberből készített neki egy segítőtársat, mely hozzáillik, mely tökéletes segítőtársa az embernek. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, testemből való test. Asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez. És lesznek egy testé. A célja az volt ezzel, hogy adjon számunkra egy mintát, hogy hogyan operál az, ami az égben, semeimban van, és hogyan operál az, ami a földön van. Ő és a fiú ilyen kapcsolatban áll egymással. Kettő itt egyé lesz. Erről beszél Yahuqanon tulajdonképpen 14, 15, 16, 17. fejezete. Nézzük meg egy pár verset. És én azt a dicsőséget, melyet nékem adtál, őnékig adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. A férfi és a nő úgy lesz egy, ahogyan ők egyek. Nem egy darab lesz, hanem egy egységet fog alkotni, ahol az egyik a másikat segíti. Megvan az, aki vezeti ezt, és megvan az, aki segíti azt. Ők így egyek. Én ő bennük, te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek. Hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Így működik együtt a férj és a feleség. Tökéletesen egyé lesznek, a kettő támogatja egymást, és egy egységet alkot. Úgy, ahogy az atya és a fiú egy egység. Nem egyenrangú egységek, hanem egy egység, ahol mindenki a saját nélkülözhetetlen funkcióját tölti be. Yahuqanon 14.7-es így szól, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Ugyanúgy, ahogy a férfi és a feleség egy egységet alkot, amit az egyik mond, azt mondja a másik is, ha valaki ismeri az egyiket, ismeri a másikat, tudja, hogy a kettő egy egység. Ezt az égi jelenséget tükrözi, vagyis tükrözné ideális esetben a házasság, ha mindenki hajlandó lenne elfogadni a saját szerepét, és nem azt a szerepet, amit a világ szán neki. Így dolgozik egy egységként, az egyik a másikkal, egyetértésben, harmóniában. Yahuqanon 16.15.16 így szól, mindaz, ami az atyáé, az enyém, ugyanúgy, ahogy egy házasságban, ami az egyiké, az a másik, hiszen a kettő egy egység. Azért mondanám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek az egyik, megmutatja a másikat. Egy kevés, ugye időről van szó, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az atyához megyek. Ő ugyanúgy ebben a hierarchiában él, ami itt a Földön kellene, hogy működjön. Az egy naív álláspont, hogy a legfontosabb intézménynek, ami a házasság az egész írásban, nincsen valamilyen jelentősége arra nézve, ami Shamaimban, vagyis ami az égben történt. Pontosan ez az. Ez tükrözi azt a kapcsolatot, ami ott az atya és a fiú között van.
Jehukanon 14:28 így szó, hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyához, mert az atyám nagyobb nálam. Ugyanúgy, ahogy a földi kapcsolatban a férj az, aki irányítja a kapcsolatot, ugyanúgy az atya az, aki irányítja ezt a kapcsolatot. Nem azt jelenti, hogy az atya egy zsarnok, vagy kínozza, vagy bármiféle más módon becstelenül kezeli. A kettő egy egységet csak akkor tud alkotni, ha van egy vezető, és van egy, aki segíti azt, és a kettő egy állásponton van és harmóniában dolgozik. Erről beszél Jehukanon, illetve a Mesiák folyamatosan. Ezért olyan fontos, hogy megértsük a házasság intézményét. Ha a két ember a szerepén kívül működik, akkor nem lesz hosszú életű, hiszen az atya nem így állította azt fel. Olyan nincs, hogy a nő vezet csak azért, mert a férfi úgy gondolja, vagy ők megcserélik ezt a szerepeket. A házasság intézménye nem így lett kitalálva, úgyhogy tetszik vagy sem, az nem fog működni. Hiszen a két szereplő csak akkor fogja magát teljes mértékben szerepében érezni, ha azt a funkciót tölti be, amit az atya rájuk szánt. Egy újabb példával bizonyítja ezt Jehukanon 15-ös fejezetben. Értsük meg azt, hogy az atya és Jahusa között ugyanolyan viszony van, mint Jahusa és az ő gyülekezete között, hiszen ez az ő menyegzője. Mi vagyunk az ő menyegzője, ugyanúgy, ahogy ő az atya segítője, mi vagyunk az ő segítői, az asszony a férfi segítője. Azért hozta létre ezeket az intézményeket, hogy számukra példával szolgálhasson. Nagyszerűen megérthetjük ezt Jehukanon 15-ös fejezetből. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Azaz az egyik a másik fölé van rendelve. Úgyhogy azt mondani, hogy a kettő egyenrangú, az nem egyezik azzal, amit ő tanított. Ugyanígy működik a férfi és a nő kapcsolata. Az egyik segíti a másikat. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig meg gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt termeljen. Az atya az, aki irányítja ezt a kapcsolatot. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, melyet szóltam nékek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. A kettő együtt működik. Harmóniában, egyetértésben terem gyümölcsöt. Úgy tölti be a funkcióját, úgy lesz hasznos, ha a kettő együtt működik. Ugyanúgy, ahogy az asszonynak nem kellene túlnőni a férjén, negatív értelemben, ugyanúgy mi sem tudunk túlnőni a Mesiákon, ahogy ő sem tud túlnőni az apán, az atyán. Annyi a különbség, hogy az atya egy maga is ellen. Természetesen nyilván neki nincs szüksége semmire, azonban az ő szava nélkülözhetetlen ahhoz, hogy irányíthassa ezt a rendszert. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző, ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mit mondod? Hogy lesznek egy testé. Az egyik ő benne, ő pedig abban. Egy egység a kettő, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Kettő így működik együtt. Abban dicsőítetik meg az atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Alapvetően mindenki az atyát dicsőíti természetesen. Ez az, amiről ő beszél. Ezért érthetetlen az, ami zajlik a kereszténységben, ahol mindenki Jézus dicséri, meg ő hozzá imádkozik. De ez másodlagos. A lényeg az, hogy az atya akkor dicsőül meg, hogyha sok gyümölcsöt teremnek, és legyetek nékem tanítványaim. Azaz a kettő egysége akkor gyümölcsöző, ha együtt dolgoznak. Akkor tudnak csak és kizárólag eredményt elérni. És ez a dicsősége mind a kettőnek. Hiszen ő benne dicsőítették meg az atya. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Az atya és a fiú megmutatja, hogy hogyan működik ez az egység, ahogyan az az egység működik.
23, aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ugyanúgy, ahogy egy házasságban a kettő egységben dolgozik, aki az egyikkel nem jön ki, az a másikkal sem tud, hiszen a kettő egymást véd és egymást szolgálja. Nézzük meg, hogy Saul mit tanácsol első Timóteushoz írt levelének második fejezetében. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Máskülönben nem tudnának egységben élni. Ez az egység az, amit az Atya szeretne. Egység a házasságban, egység a gyülekezeten belül, egység a fiúval, és azáltal vele, az ő instrukcióival. Ha az ő instrukciói szerint élünk, akkor vagyunk vele egységben, és akkor tudjuk az ő dicsőségét hirdetni a világon, hiszen azt fogják látni az emberek, hogy ez az ember másféle, hiszen ez úgy él. Ez az egység nagyon fontos, ezért akarja az ellenség szétszabdalni, és ezért szabdalja szét az egész világot különböző frakciókra, mindenféle ostoba dolgok mentén. Ez az, ami ma történik a világban, és tulajdonképpen mindig is történt. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat. Nem hajfonatokkal, arannyal, gyöngyökkel vagy drága öltözékkel, hanem amint illik, igaz, félelmet valló asszonyokhoz jó cselekedetekkel. Ha az ember kilép az utcára, akkor nehéz olyat találni, akire ebből csak egy pár is ráillik, nem az, hogy az összes. Úgyhogy érdemes mindenkinek lapozgatni az írás, hogy mi az, amit tanácsol, hogyan töltheti be az ő szerepét a legjobban. Nem azért írta ezt le Saul, mert unatkozott és nem volt jobb dolga, hanem segíteni szeretett volna Timóteusnak és annak a gyülekezeteknek, ahová Timóteus elvitte ezt az üzenetet, hogy hogyan lehet ezt az egységet megvalósítani, hogyan lehet úgy élni, ahogyan Elohim akarja azt. Ez az egyik legfontosabb, hogy az ember mértékletességgel cselekszik, hogy a haragot és a versengést elkerüli, és hogy jó cselekedetekkel, félelemmel él. Miféle félelemről beszél, azt megtudhatjuk Misli első fejezet 7-es versből, mely így szól. Jahuának félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Mi ez az erkölcsi tanítás? Többek közt az, amiről itt beszél Saul. Ez egy erkölcsi tanítás. Az, ahogyan élnünk kellene. Leírja szó szerint. Nem lehet félreérteni, nem kell értelmezni senkinek. Leírja azt, hogy tisztességes öltözet, szemérmetességgel, mértékletességgel. Ez nem félreértelmezhető. Egyértelmű teszi, hogy hogyan. Meg is magyarázza, nem hajfonatokkal, arannyal, gyöngyökkel vagy drága öltözékkel, hanem amit illik. Igazi félelmet való asszonyokhoz jó cselekedetekkel. Mi a jó cselekedet? Az ő törvénye az a jó cselekedet. Ez az a félelem, ami feje a bölcsességnek. Így érti a félelmet. A szó jirá, mely félelmet jelent elsősorban, félelem, terror, vagy fél, valaki ha fél. Ezen kívül jelenti még azt is, hogy tisztelet, vagy pedig tisztaság, vagy imádat. Ugyanezt támasztja alá a Héber Káldeusi lexikon, ahol ez félelemként, vagy tiszteletként szerepel ez a szó. Vagy pedig kegyelet. Kegyelem. Négy karakterből áll Yod, Resh, Alef és a Hey. A négy karakterből az egyik ugye a Yod, Resh, Alef és a Hey. Ugye az ember munkássága vagy cselekedetei, ez a félelem, ez az ember cselekedetei mutatják meg a vezető, az atyát, a vezető gondolatait kinyilatkoztatják. Az ember cselekedetei nyilatkoztatják ki, hogy az atya vezeti az ő gondolatai. Erről a fajta félelemről beszél Saul, nem arról a rettegésről, amire a legtöbb ember gondol. Ő arra a tiszteletre gondol, vagy arra a kegyelem állapotára, ami ahogyan néznünk kellene a Mesiákra és az atyára, ahogyan a Mesiák engedelmesen követte az atya utasításait, ezért az atya felruházta példátlan hatalommal. Ettől függetlenül az atya volt az, aki irányította ezt a kapcsolatot. Ugyanúgy a férj és a feleség. A kettő együtt működik,
És a kettő kölcsönösen tiszteli egymást, ennek ellenére a férj az, aki irányítja ezt a kapcsolatot. Csak akkor tudja irányítani, azonban ha ő is aláveti magát azoknak az utasításoknak, melyeket Yahuwah megparancsolt mind a férfinak, mind a nőnek. 10. első Timóteushoz második fejezetben így szól. Ugye erről volt szó, az igaz félelem és a jó cselekedetek, mi az igaz félelem? Yahuwahnak félelme feje a bölcsességnek. Ez elengedhetetlen, aki azt mondja, hogy ő nem fél, csak szeretet van benne, az nem érti, hogy miről beszél. 11. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. Tanítás pedig nem engedem meg az asszonynak sem, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert a dám teremtetett elsőnek, azután Hava. Ez nem csak erre az egy gyülekezetre vonatkozott, ez egy általános érvényű megállapítás, ezért tette hozzá azt, hogy Ádám teremtett elsőnek, azután Éva. Ez nem azt jelenti, hogy az asszonynak nem lehetnek jó gondolatai vagy ötletei, ez az ő feladata, hogy legyenek olyanok, különben nem lenne segítőtárs. Azonban a férfi feladata az, hogy vezesse ezt az egész kapcsolatot. Nem uralkodhat a férfi az asszony. És Ádám nem csalatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett. Ez az a hierarchia, amit leír, nem csak Saul itt, hanem ugyanúgy meg fogjuk látni, illetve megláttuk Bereshit második fejezetben, és meg fogjuk nézni azt, hogy mi az oka annak, hogy ez így lett kialakítva, illetve milyen problémák származnak abból, ha ez nem így működik. Ez Bereshit hármas fejezet, amit valószínűleg mindenki nagyon jól ismer. És ez így kezdődik. A kígyó pedig ravaszabbal a minden mezei vadnál, melyet Yahuwah Elohim teremtett, és mondta az asszonynak. Valami oknál fogva az ellenség pontosan tudta, hogy ki az, akihez fordulnia kell. És biztos vagyok benne, hogy azok, akik az utat szeretnék járni, és akiket a Ruach HaKodesh vezet, értik azt, amiről beszélek. És tudni fogják, hogy ez nem arról szól, hogy a férfi valamiféle felsőbbrendű lény, és a nő neki a csicskája. Egyáltalán nem erről beszélek. Arról van szó, hogy Yahuwah alkotott egy mintát arra, ahogy a nő operál Yahushával, illetve azért, hogy az embert megtanítsa arra, hogy milyen viszonynak kell lennie az ember, illetve az ő szava és az atya között. Ezáltal hogyan tudunk eljutni az atyához? A házasság maga, annak a kapcsolatok a tükörképe, amit nekünk kell létrejönni az atya felé. Köztünk és az atya közt ilyen viszony kell, hogy kialakuljon. Hiszen mind a kettő alá van rendelve az atyának. Ha ezt megérti az ember, akkor látja azt, hogy nem csak arról van szó, hogy az asszonyt ugráltatja a férfi, hanem az asszony egy mintát ad a férfinak, hogy a férfinak hogyan kell viselkednie Yahuwah felé. Így működik a kettő egy egységben. Ha valamelyik nem úgy működik, ahogyan kellene, akkor ez az egység felbomlik, és nem lesz képes tükrözni azt, amit az atya szeretett volna. Így szólt a kígyó. Csak ugyan azt mondta Elohim, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Elohim, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Ugye a problémák elkezdődnek egyből az első mondatban igazából, mégpedig azáltal, hogy az asszony nem jól tudja a parancsolatot. Ugyanis Yahuwah azt nem mondta, hogy nem is illethetik meg, csak azt mondta, hogy ne egyenek belőle. Kérdés felmerül, hogy ez az ő szüleménye, vagy pedig ez már így érkezett meg Ádámtól. A lényeg azonban az, hogy problémák merülhetnek fel, hogyha az ember nem tudja pontosan a parancsolatokat. És nem azt mondom, hogy ebből származik a probléma, azt mondom, hogy Bereshit, második fejezet 16-17-ben egyértelmű az, hogy mit parancsolja Yahuwah,
És parancsolja Jahuá Elohim az embernek, az asszony még nem volt a láthatáron, az az asszony nem tudhatta első kézből a parancsolatot mondván, a kert minden fájáról bátran egyed, de a jó a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Arról nincs szó, hogy meg sem illetheti. Úgyhogy érdemes azon elgondolkodni, hogy mennyi ilyen lehet abban a mi tudásunkban, amit mi hozzáteszünk, vagy elveszünk. Az elsődleges probléma nem ez volt, azonban egyértelmű az, hogy Éva nem jól tudta a parancsolatokat. Amiért nem vonható felelősségre, hiszen ő nem volt ott, mikor azt kapták. Négyes, és mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja Elohim, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint Elohim jónak, gonosznak tudói. Ismerjük a történetet, ez mind úgy zajlik le, hogy Ádám egy szót sem szól, hanem hagyja azt, hogy más tanítsa az ő feleségét. Mi a következő lépés, ami kezdődik, ami történik, és lát az azt, hogy jó a fa Eledenre, és hogy kedves a szemnek, kívánatos az a fa bölcsessége. Ez ugye az a trió, ami azóta is az emberiséget teljes mértékben pusztítja és lerombolja, amit egy Jehukanon második fejezetben, a 16-os versben nagyszerűen összefoglal Jehukanon, vagyis János, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, jó a fa Eledenre, a szemek kívánsága, kedves a szemnek, az élet kérkedése, kívánatos az a fa bölcsességért, ez nem az atyától van, hanem a világból. Ki a világ? A kígyó jelképezi a világot. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada a vele levő férjének is, és az is evé. Ádám mindvégig ott volt, és nem avatkozott bele, miközben látta, hogy mi történik, tudta a parancsolatokat, ennek ellenére hagyta, hogy egy másik tanító kétejt ültessen el az asszony fejében, és ezáltal bűnbe sodorta nem csak őt, hanem tulajdonképpen mind a kettőjüket. A következménye pedig eléggé súlyos, amit azt tudjuk és tapasztaljuk nap mint nap. 9-es versről így szól, szólítá ugyanis Jehuá Elohim az embert, és mondaná neki, hol vagy? Kérdés felmerül, hogy nem tudta, hogy hol van az ember. A választ pedig megtalálhatjuk Jesiahu Ézsaiás 59-es fejezet második versében, mely így szól, hanem a ti vétkeitek, azaz törvényszegéseitek választanak el titeket Elohimtől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Azaz a bűn az, ami elválaszt minket Jahuától, hiszen ő nem tud meglenni a bűn jelenlétében, és nem lesz velünk, amennyiben megszegik az ő parancsolatait, és nem úgy élünk, ahogyan azt ő szeretné. Ezért nem tudta, hogy hol vannak. Hiszen ő nem képes meglenni, és ezek az emberek, ugyanúgy, ahogy ma is a legtöbben, elválasztották, leválasztották magukat róla, hiszen nem engedelmeskedtek az ő parancsolatainak, és nem azon az úton jártak, melyet ő kijelölt. És mondd, a szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezem. És mondta ő, ki mondá neked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél. Természetesen Jehuá pontosan tudta, hogy mi az, ami történt ezek után, és feltette a kérdést, hogy vajon elvette a fáról. Nézzük, mit mond a férfi. Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ad a nékem arról a fáról, úgy evém. Ugye, mint minden jó férj, egyből az asszonyra fogja, hogy mi is volt a probléma. Ráadásul az az asszony, akit te mellém adtál vala, ő adott nekem arról a fáról, és úgy ettem én. Úgyhogy nem csak, hogy az asszony volt a hibás, hanem maga a Jahuá, hiszen ő adta ezt az asszonyt. És erre így szól Jehuá Elohim az asszonynak. Mit cselekedtél? Az asszony pedig mondja, a kígyó ámította engem, úgy evém, azaz ő is talál egy felelőst az ő saját tettér, az pedig a kígyó lesz az. Szóval,
Természetesen a kígyó volt az, aki megtévesztette őket, azonban mindenki felelős a saját tetteért. És ez az esemény, ami bár a Sheet 3-as fejezetben történik, ami ugye a bűnbeesésként ismert, ez egy nagyszerű példa mindannyiunk számára, hogy mi történik akkor, hogyha valaki nem tölti be az ő funkcióját, illetve ha a szerepek felcserélődnek. Ugyanis egyértelmű az, hogy a férfi az, akinek vezetnie kell ezt az egész kapcsolatot, és ő az, aki az információt átadja az asszonynak. Erről beszél Saul, meg fogjuk nézni, hogy Kefa, azaz Péter miről beszél. De ugyanez volt a helyzet, így állította fel az egész rendszert a kezdet-kezdetén. Meg volt a férfi, megadta neki a parancsolatot, utána jött a nő, aki az ő segítő társa volt, és a kettő lett egy egység. Itt a férfi már a kezdet-kezdetén nem pontosan adta át az információt, vagy pedig nem ellenőrizte, hogy Hava, Éva tudja pontosan. A másik pedig az, hogy hagyta az, hogy egy másik információ beszivárogjon egy másik tanítótól, és nem lépett közbe, hogy azt mondja, hogy ez nem az, amit mi hallottunk, úgyhogy köszönjük szépen, de mi odébb állunk, hanem ott állt, és nézte ezt az egész dolgot, ami ott történt. Éva pedig ráfogja ezt az egészet a kígyóra ezek után. Nézzük, mi a következménye ennek. Az asszonynak mondta, Jahua, ugye, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Ez természetesen mind a mai napig így van, hiszen a szülés még mindig feltételezem ugyanolyan fájdalommal jár, ugyanúgy a viselősség nek is megvannak a kellemetlenségei, az összes többinek is ugyanúgy kell, hogy legyen. Ez a szó, epekedel, ez nem más, mint a suka, mely annyit tesz, hogy vágyakozik valaki valamire, vagy vágyik erre, vagy pedig áhítozik valamire, vagy valami után. Érdekes módon ugyanerről számol be a Héber Kádemsi lexikon egyetlen jelentést mutat, ez pedig vágyakozni valamire. Úgyhogy a nő arra fog, a férfi után fog vágyakozni, az pedig uralkodni fog rajta. Ez a büntetése annak, ami történt a kertben. Az egység megmarad, azonban megváltoztak valamelyest a szerepek. Hiszen először segítőnek teremtette őt, azután pedig azt mondja, hogy epeked el a férj után, ő pedig uralkodik te rajta. Az uralkodik kifejezés pedig masál, mely annyit tesz, hogy uralkodni valamin, vagy pedig szabályozni, illetve vezetni valamit. Érdekes módon a Héber Káldeusi lexikon első helyen azt mutatja, hogy valamit valamilyenné alakítani, hasonlóvá alakítani, vagy asszimilálni, azaz hasonulni valamihez. És ezután írja azt, hogy szabályozni, vagy uralkodni valamin. Úgyhogy ez nem az az uralkodás, ha visszaemlékeztek, vagy megnézitek az első részét az Ádám és Éva történetének, amivel azt mondta, hogy uralkodjatok a világon, ami ugye lábbal tiporni, olyan értelemben uralkodás. Természetesen nem arra gondolt, hogy az egész világot lábbal tiporjuk, mint most. De az egy másfajta uralkodás. Ez az a fajta uralkodás, amikor a férj hasonlóvá teszi magához a feleséget, vagyis hasonlatossá alakítja. A nő pedig erre fog vágyakozni. Amennyiben nem így viselkedik a két része ennek az egységnek, akkor nem fog működni, hiszen nem fogják találni a helyüket benne. És a mai világ, ha belegondol mindenki, pontosan az ellenkezőjére neveli különösen a nőket a feminizmussal, az egyenjogúsággal, a politikai korrektséggel és a szólásszabadsággal. Pontosan az ellenkezőjére, ezért nem működnek a házasságok, illetve a párkapcsolatok, hiszen a két fél nem a saját helyén működik benne, hanem megpróbál mind a kettő vezetni,
és ezért nem fog működni az egész. A nőnek azt mondta, hogy epeked el a férjed után, ő pedig uralkodik rajta, azaz hasonlatosan tesz magához, azaz a férj fogja tanítani. Egy érdekességre felhívnám mindenkinek a figyelmét. Vizsgáljuk meg Bereshit 4-es fejezet 5-től 7-ig, mely így szól. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsükkeszti. Azaz az ő ajándékát nem fogadta el Yahuwah. És mondta Yahuwah Kainnak, miért gerjedtél haragra és miért csükkeztéd le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. A vágyódás, illetve az uralkodjál, ugyanaz a két kifejezés, amit epekedel és uralkodik. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhat, azaz ha az ember a parancsolatokban jár, akkor nincsen oka aggodalomra. Ha pedig nem jól cselekszik, ahogyan itt is az első emberpár, a bűn az ajtó előtt leselkedik, hiszen a bűn mindig ott van. Az ellenség mindig ott ólálkodik, hogy mikor téríthet el valakit. Az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, azaz rá vágyakozik. Az embert szeretné elpusztítani, azt, hogy az embert lecsábíthassa a helyes útról. De te uralkodjál rajta, hiszen ha jól cselekszel, akkor tudsz rajta uralkodni. Ha a parancsolatokban jársz, akkor tudsz uralkodni rajta. Úgyhogy érdekesnek tartottam azt, hogy ugyanazt a kifejezést használja mind a kétszer egymás követő fejezetekben két eléggé különböző, ugyanakkor mégis valamilyen formában hasonló versekben. És nem azt mondom, hogy az asszony a bűn, természetesen azt mondom, hogy az ember az uralma alá tudja hajtani a bűnt, abban az esetben, ha az úton jár. És a férfi és a nő kapcsolata is csak akkor fog működni, amennyiben mind a kettő az úton jár. Különben, ahogy láttuk, a bűn leselkedik az ajtó előtt, és arra van vágyódása, hogy az embereket eltérítse az útról. A bűn pedig folyamatosan ott leselkedik, ahogyan első Péter, vagyis Kefa 5. fejezet 8-tól 9-ig szól. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár keresvén, kit elnyeljen. Kinek álljatok ellen? Erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Azaz álljatok ellen, ugyanúgy, ahogyan azt Kainnak tanácsolta, hogy ha jó úton jársz, akkor nem elfogadható-e az áldozatod, és az ellenség mindig ott jár körülöttünk. Ugyanúgy, ahogy a bűnnek az a vágyódása, hogy minket eltérítsen az útról, az asszonynak pedig az a vágyódása, hogy a férfi legyen az, aki meghatározza neki az utat. Ha valaki ezzel nem tud azonosulni, akkor az óriási nehézségekkel fogja szembe találni magát, meg fogjuk nézni a későbbiekben, hogy miért. Azonban a lényeg az, hogy aki nem Yahuwah útján jár, az nem fog tudni egy harmonikus kapcsolatban élni, bármennyire is követi az összes többi parancsolatot, hiszen az alapvető parancsolatot nem tartja be, ami a férj és a feleség közötti házasság, illetve ennek az intézményi szövetségnek az alapját képezni. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával épp belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogácskórót teremjen tenéket, és egyet mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá lészesz. Igazából nem kímélte Ádámot sem, hiszen Ádám volt az, aki tudta a parancsolatokat, aki a parancsolatokat megkapta, és tudta azt,
hogy nem hallgathat a feleség szavára. Azt mond, mi volt a probléma, mi az, amit Jakua mondta, probléma volt? Mivel, hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról. Azaz, annak ellenére, amit ő parancsolt, hallgatott a felesége szavára. Ez volt a probléma. A probléma nem az, illetve nem azt mondja, hogy a nőnek nem lett jó ötlete ebben az egészben, különben nem lenne segítőtárs. Azt mondja, hogy amennyiben az ő parancsa ellenére cselekszenek, akkor nem hallgathat rá. Elsődlegesen az, a férfi feladata lenne az, hogy tudja a parancsolatokat, azt megtanítsa a feleségnek, és utána az egész házanépének, és akkor tud kialakítani egy olyan házat, amelyiket aztán Jahua vezet. Gondolom a legtöbben észrevették, hogy a földön még mindig tövisek és kórok, meg mindenféle gazok teremnek, és hogy mindannyian arra vagyunk szorítkozva, hogy állandó jelleget dolgozunk azért, hogy túléljük ezt az egészet. És még mindig a földbe térünk vissza, és még mindig porrá válunk. Úgyhogy ezek, amiket itt mondott, mind a mai napig érvényesek. Tetszik valakinek, vagy sem. Úgyhogy ezek azok a problémák, amikor abból származnak, hogyha az emberek nem úgy élnek, ahogyan Jahua azt meghatározta, és az egység felbomlik. Érdekes az, ami a 20-asban következik. Nevezte vala pedig Adám az ő feleségét Havának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. Adám maga a kifejezés jelentése ember vagy emberiség, erről már volt szó korábban, a Héber Káldeusi lexikon ugyanezt erősíti meg, ember vagy pedig emberiség vagy bárki. Míg Hava jelentése élet vagy élő. És a Héber Káldeusi lexikon ugyanezt mondja, élő, élet. Ez Hava jelentése. Hava egy het, vav és egy hey karakterekből áll. A het kerítés vagy fal, vav egy szeg, hey pedig egy ember felemelt kézzel. Ha pedig megpróbáljuk összeolvasni, akkor látjuk azt, hogy Hava, vagyis Éva az, aki körülveszi és biztosítja a kinyilatkoztatást. Adám pedig ugye egy ökörfej, egy ajtó, illetve a víz, ami annyit jelenthet, ha így akarjuk fordítani, hogy Jahua, vagyis az atya, szava, vagyis az ő igéje az ajtó. És ezt a kinyilatkoztatást biztosítja és veszi körbe Hava. Azaz a kettő egy egységként mutatja be a világnak, hogy az atya és a fiú hogyan működne, ha ők itt lennének a Földön, illetve mi az, amit ők, illetve az atya pontosabban szeretne. Egy szövetség köttetett Jahua és Adám, illetve Hava között, hiszen megkapták az új parancsolatokat, az új feltételeket, amiket itt elmondott nekik, hogy mik ezek. Nem azt mondta, hogy kiírtalak a Földön, ezek az új parancsolatok, és ehhez kötöttek egy szövetséget, hiszen bőrruhákat készített neki, és csinálja Jahua Elohim Adámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket. Azaz, ehhez állatokat kellett, hogy megöljenek, és ez volt az a szövetség, mely kötetett az új szövetség Adám és Jahua között. Ez az Ádám és Jahua közti szövetség. Ugyanúgy, ahogy egy szövetség kötetett későbbiekben, ugye Ábrahámmal, Móséval, illetve Izraellel, Dauddal, vagy Dáviddal, Jahusa által szintén kötetett egy szövetség, illetve még lesz egy új szövetségnek a betöltése tulajdonképpen. Folyamatosan szövetséget kötöttek az emberek. Ha megfigyelitek és olvassátok az írást, akkor látjátok, hogy amikor az emberek megegyeztek, a héberek egymás közt, akkor mindig valamilyen állat áldozattal, illetve egy
együtt étkezéssel kötötték meg ezt a szerződést, ez mindig így van. Ugyanígy ebben az esetben is innen jön ez a szokás. Még összefoglalásként első kefa 3-as fejezetet olvassuk el, hiszen megerősíti természetesen azt, amit Yahuwah mondott, több információt ad erről, és harmóniában van azzal, amit Saul tanácsolt. És így szó. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek. Miről beszélt Yahuwah? Az, hogy epekedni fog a férje után, és az uralkodni fog rajta. Hogyha némelyek nem engedelmeskednének az igének, kik a férjek, feleségük magaviselete által ige nélkül is megnyeressenek, azaz, hogyha ők nem engedelmeskednek, nem olvassák, szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket. Nem azt jelenti, hogy a férj akárhogy élhet, és ő majd eljut oda, ha a felesége igaz, hanem azt jelenti, hogy ahogyan a feleség viselkedik, az kell, hogy felébressz a férfiban majd azt a vágyat, hogy ő is olyan engedelmesen viselkedjen az atya felé, ahogyan a feleség viselkedik felé és iránta. Ezért mondta el az elején, hogy hogyan működne ez a kapcsolat. A feleség az, aki emlékezteti a férfit arra, hogy hogyan kellene az atya felé viselkednie, illetve fordított esetben a férfi engedelmes és alázatos viselkedése Yahuwah felé kellene, hogy felébressze a nőt arra, hogy hogyan kellene neki viselkedni ebben a házasságban. Ezért ez a kettő egy tükörképe annak, ahogyan egyrészt a Samaimban, az égben vannak a dolgok, másrészt a mennyekben, másrészt pedig ahogyan lennie kellene, ahogyan el tudunk jutni Yahuwahhoz. Hiszen ha a férfi úgy viselkedik, akkor a nő automatikusan úgy fog viselkedni, és fordítva jó esetben. Ha nem, akkor ez egy másik kérdés, arra ajánlom első Sámuel 25, Abigail és Daud történetét, de erről, ez az, amiről beszél Kefa. Mi az, amit tanácsol, akinek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Elohim előtt. Mert így ékesítették magukat hajnal a szent asszonyok, akik Elohimben reménykedtek engedelmeskedvén az ő férjük. Akárcsak Saul megjegyzi, Kefa Péter is, hogy a külső nem az, amit Elohim értékel, és amire ő figyel, hanem az, hogy hogyan él az ember. Az engedelmesség nem véletlenül van kiemelve. Kétszer is. Hiszen a nőnek az egyik fontos, hanem a legfontosabb tulajdonsága az, hogy a férj az, akinek ő alárendeli magát. És sajnálatos módon a mai világban gondolom mindenkinek negatív élmények jutnak erről eszébe, legalábbis a legtöbb embernek, még ha nem is tapasztalatból, de a különböző forrásokból, ami eljuthat, azonban egyáltalán nem arról beszél, ahogyan a világban alakulnak a kapcsolatok. Nem arról a primitív és agresszív viselkedésformáról, amit a legtöbb férfi tanúsít, vagy pedig arról a viselkedésről, amit a legtöbb nő tanúsít. Ő egy egész másfajta rendszert épített fel. Ezt a rendszert meg kell ismerni, ezt a rendszert tanulmányozni kell, a kettőnek együtt kell növekednie, és a férfi az, aki vezeti ezt a kapcsolatot. Ő az, aki tanítja a feleséget, hiszen a két karakternek más és különböző erősségei vannak. Egyik sem fontosabb a másiknál. Ezért találta ki a segítőt, mert azt mondta, hogy nem jó a férfinak egyedül. Akkor csak fontos szerepe van a nőnek is. Mindenkinek meg kell érteni, hogy a saját funkcióját betöltve képes a leghasznosabb lenni. Ha nem ebben a funkcióban szeretne funkcionálni, akkor nem fog működni a kapcsolat, illetve annál még nagyobb problémák is kerekednek majd ebből. Elohimben reménykedik mind a kettő. Ezért engedelmeskednek az ő parancsaira. Ha a nő az úton jár, akkor nincsen mitől tartania, hiszen Yahuwah vele lesz. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettek, ha jót cselekeztek, semmi félelemtől
nem rettegtek. Ha az úton jár, előbb-utóbb Jahua meghallgatja és segíteni fogja, hogy az utat járhassa. Azonban ehhez az kell, hogy ahogyan Sára, ő is engedelmeskedjen. Háromszor mondja el azt, hogy engedelmeskedjek asszonyok, engedelmeskedjenek a férjüknek. Elohimben reménykedtek engedelmeskedvén az ő férjüknek, és Sára engedelmeskedett Ábrahámnak. Biztos nem véletlenül mondta el azt háromszor. Az engedelmesség elengedhetetlen mind a nőnek, mind a férfinak ahhoz, hogy ezt az utat járassa. A férfi a hua felé engedelmeskedik, a nő pedig a férfi felé, és ha mind a kettő az utat járja, akkor közösen együtt képesek eljutni odáig. Azonban ez nem csak a nőnek feladata, ugyanígy a férfinak is megvannak a kötelezettségei ez ebben a kapcsolatban. Ez az, amiről a hetes versben ír. Férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon. Ugye a feleségükkel nyilvánvalóan. Hasonlóképpen. Akkor az azt jelenti, hogy a férfinak is ugyanígy kell viselkednie. Mit mondott a nőnek? Az, hogy járjon a teremtő szavában. Fethetetlenül, félelemben megbeszéltük, mi a félelem példabeszédek, ugye Jahua félelme a bölcsesség kezdete, erről a félelemről beszélt, a tiszteletről. Akkor az, hogy ne a külsőségekben lelje az örömét, hanem a szívnek elrejtett embere legyen, szelíd, csendes, ez az, ami becses Elohim előtt, és engedelmesen Elohim parancsolatainak. Ez az, amit a férfinek tanácsol, ugyanígy, hiszen azt mondja, hogy hasonlóképpen. Ekkor lesznek értelmes módon együtt. Az asszonyi nemnek, mint gyöngép edénynek tisztességet tévén, azaz tisztelni a feleségét ugyanúgy, ahogy tiszteli a kuát, és ahogy a feleség tiszteli őt, és így a kettő egységben el tud jutni az örökkévalóhoz, mint akik örökös társaik az élet kegyében. Azaz, hogyha valaki feleségül megy hozzá, az a kettő egy, és ők örökös társaik. Ha nem egy egységben dolgoznak, akkor a ti azért legyen ez, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Figyelmeztet arra, hogyha ez nem így zajlik, nem úgy történik, ahogy ő azt meghatározta, akkor az imádságaik meg fognak hiúsulni. Hiszen nem fognak azon az úton járni, amit ő kijelöl. Természetesen az egyik nem hajlandó járni, a másikat ugyanúgy meghallgatja, azonban ha mind a kettő kilép az ő szerepköréből, és megpróbál másféle szerepeket magára vállalni, akkor nem engedelmeskedik a parancsnak. Mi volt a parancsa? Parancsolata az, hogy epekedni fog, és hogy a férfi fog uralkodni. Ez volt a parancsolat. Megmondta mind a kettőnek, hogy mi lesz. Ha valaki nem ebben jár, az ellenszegül, az lázad, és az nem fog az a fajta szellemiség megférni Jahuával, és meg fog hiúsulni az ő imádságaik, hiszen mindkettő kilép az ő szerepköréből, amit nekik szánt. Úgyhogy nagyon fontos megérteni mindenkinek az, hogy mi az a szerepkör, amit Jahua neki szánt ebben a kapcsolatban. Az, hogy ő mit gondol, vagy a világ mit tart elfogadhatónak, vagy hogy szerinte hogy van, vagy hogy lenne jobb, vagy ez más, vagy ők így csinálják, és nekik bejött, annak nincsen jelentősége. Aminek jelentősége van az, hogy hogy van az, ahogyan az Atya megalkotta ezt, hogyan tudunk mi ebben járni, és hogyan tudunk engedelmesek lenni, és a keskeny út közepén haladni. Az pedig úgy lehetséges, ha engedelmeskedünk annak, és hiszünk abban, hogy amit ő kitalált, azt azért tette, mert ő tudta, hogy ez így lesz a legjobb számunkra. Ő így találta ki a férfit, így találta ki a nőt, és a szerepeket így határozta meg. Természetesen ez egy hosszabb témakör, de idővel még sor kerül más dolgok feltárására is, biztos vagyok benne. Egyelőre eddig jutottunk. Még egyszer elmondanám, hogy nem azt akarom mondani, hogy a férfinek úgy kell operálnia, hogy a legtöbb férfi manapság, vagy a nőnek úgy, ahogy a legtöbb nő manapság. Ez egy egészen más szellemiséget kíván. Ez teljesen eltér attól, ahogyan a világ működik,
úgy nem is fog működni, ahogyan a világ azt szeretné. Ezért nem is működik. Én nem azt mondom, hogy a férfi egy zsarnok, aki ugráltatja a nő pedig mindent elfogad úgy, ahogy van. Én azt mondom, hogy ha mindkettő az úton jár, akkor ez egy nagyszerűen működő kapcsolat lesz. Ez engedelmességet, alázatot, tiszteletet kíván mind a két féltől egymás felé. Ettől függetlenül megvannak a szerepek ebben az egységben. És ezt mindenkinek el kell fogadnia, el kell vállalni és csinálnia kell. Úgyhogy remélem hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!